Sirilla György a városi hajóállomásnál mártozott a Dunába. Immár negyedik alkalommal szervezték meg a vállalkozók báját. Idén 30 éves a legvidámabb barakk. Célegyenesben a főiskola asztali tenisz csapata. 14 egyesület vett részt az országos megmérettetésen. Üdvözlöm kedves nézőinket, Önök a Dunaújváros Televízió híradóját látják. Közös futással és a Duna átúszásával tisztelgett édesapja emléke előtt Sirilla György, aki minden évben többször megmártozik a téli fagyos Dunában. Célja a hagyományőrzésen túl az egészséges életmód népszerűsítése, illetve a közönség szórakoztatása. Édesapjának emléket állítva ússzák minden évben a Dunát Sirilla György, aki szombaton délután ezúttal a dunaújvárosi hajóállomásnál mártózott a folyamvizébe. A téli fagyos Dunában minden évben többször megmártózó sportember célja a hagyományőrzés. Édesapja 1957-től 37 éven keresztül rendszeresen átúszta télen a Dunát. Az ember úgy készül erre föl, hogy rendszeresen szoktam úszni. Duna mellett lakom én is Tahitót faluban, meg jogázom, meg nagyon sokat futok, meg azért meditálni, ráhangolódni is kell erre, mert úgy még sikeresebb a dolog, az biztos. Az 53 éves sportember azonban nem csak a Duna átúszására készült, hanem egy közös futásra is invitálta a sportot szeretőket. A futók között ott voltak a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia serdülő csapatának játékosai, a DF Green Pet futszál együttese, valamint a Hild iskola diákjai is. Az eseményen a Vörös Kereszt is jelen volt, akik folyamatosan figyelték a futókat, és természetesen a hideg vízben úszó Sirilla Györgyöt is. Feladatunk az, hogyha itt valakivel valami történne, akkor egy azonnali segítséget nyújtsunk, míg a mentő ki nem érkezik, valamint ugye segítettünk, hogy igyanak a futók, mikor leértek, tehát hogy így azért szemmel tartjuk a vendégeket. A Duna átúszása előtt az egyik vendég átnyújtott Sirilla Györgynek egy fényképet, amely még 1987-ben készült az akkori Duna átúszáson Dunaújvárosban. Most a sírólóat meglepte azzal, hogy egy olyan képet adott át neki, amikor ezelőtt 30 éve volt Dunaújvárosban úszni, és ennek külön örülünk, hogy az emlékek ilyen emlékeket megtartanak, és reméljük ez továbbra is így lesz. Városunkban legutóbb 1987-ben, egészen pontosan január 11-én vasárnap 14 órakor úszta át az édesapja a Dunát, és most majdnem 30 év elteltével ugyanazon a helyszínen ifjabb Sirilla György adózott édesapja emléke előtt. Köszönöm! A hagyományoknak megfelelően idén is megrendezte a vállalkozók báját a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara. A cél nemes, a tombolából befolyt összeget a Szent Pantaleon Kórház gyermekosztályának ajánlják fel. Már negyedik alkalommal szervezték meg a vállalkozók báját. Az eseményen kiosztották az év dunaújvárosi vállalkozása díját is, amely a sikeresen működő vállalkozások elismerésére szolgál. A Dunaújváros környékén elég kevesen ismernek, sajnos. Hát mivel elég szűk körű vásárlóközönségem van, valójában vadászok, és a vadászat közeli emberek, akik az én termékeimet megveszik. Ezért a normál állampolgár, majd normál polgár nem jön el hozzám. De hát ez nem probléma, mert az igazi vevők megtalálnak. 2006-ban kezdte a vállalatunk a beruházást itt. 2007-ben lettem én a vállalat ügyvezető igazgatója, és én nagyon büszke vagyok erre a beruházásra, és nagyon büszke vagyok arra, hogy ez a vállalat itt van Dunaújvárosban. Édesapám azt mondta nekem, amikor már végképp nem tudtam eldönteni, hogy mi legyek, azt mondta, hogy fiam, te legyél pincér, állandóan mozogsz, állandóan beszélsz, viszonylag sokat mosolyogsz, legyél pincér. És így lettem. A helyi vállalkozásokat és munkájukat már régóta szerették volna elismerni. Évek óta tervezzük azt, hogy a tagozatok a legjobban működő, a legjobb eredményt felmutató vállalkozásaiknak adnak egy elismerést. Nagyon fontos az, hogy ott, ahol a vállalkozások működnek, ott a helyi kamarák, a helyi vállalkozók elismerjék maguk közül azokat, akik kiemelkedő teljesítményt produkálnak. Ahogyan az eddigi években mindig most is lehetőség volt tombola vásárlására. Az ebből befolyt összeg, valamint a bál kapcsán esetenként érkező felajánlások eddig is egy-egy közösségi cél megvalósítását szolgálták. Ezúttal a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház gyermekosztályát támogatják.
Ingyenes hamburger és léggömb díszítés. Többek között ezekkel várta a lakókat és a törzs vendégeket a legvidámabb barak, amely idén ünnepli fennállásának 30. születésnapját. Közös ünnepléssel várták a törzs vendégeket a legvidámabb barakpábba, amely 30 évvel ezelőtt tárta ki kapuját a dunaújvárosiak előtt. Az üzlet tulajdonosának férje, az egykori képviselő Tóth László indította el a vállalkozást. Azért tartjuk ezt a születésnapi ünnepséget, hogy megköszönjük azoknak a vendégeknek, akik akkor és most is bejárnak hozzánk, segítik ötleteikkel a munkánkat. Ők itt jól érzik magukat, mi pedig ebben reménykedünk, hogy még nagyon sokáig ezt tudjuk tovább is csinálni. A hely sajátossága egyrészt a dekorációja, hiszen hazánk múltjának relikviái díszítik a helyet, elsősorban a vendégek adományainak jóvoltából. A mai napig visznek be zászlókat, képeket, amelyek elhelyezésének csak a hely szűke szab határt. A sajátossághoz hozzátartozik még az is, hogy a vendégek egy családként tekintenek egymásra. Mindenki ismer mindenkit, mindenki ismeri a másiknak szinte a családját, és nagyon sokat segítjük egymást, ezt is megmondom. Születésnapokat, névnapokat megköszöntünk, süteményt hozunk egymásnak. Ha valaki már két napig nem jelentkezett, akkor már hiány van, és felhívjuk telefonon, hol vagy, miért nem jössz, miért nem vagy itt. Olyan minden nagy család, és jó ebbe a családba lenni. A páp tulajdonosa reméli, hogy az elkövetkezendő 30 évben is ugyanolyan családias lesz a hangulat, mint az elmúlt években. Rangadóra készült a főiskola asztali tenisz csapata, azonban az ellenfél az utolsó pillanatban jelezte, feladják a mérkőzést. Így a hibátlan szezont játszó hazaiak hátralévő mérkőzései már nem tartogatnak izgalmakat, hiszen a 8 pontos előny már csak elméletileg behozható. Az ND3 második helyezett Balatonfüred együttesével játszott volna rangadót a Dunaújvárosi Főiskola asztali tenisz csapata, ám a vendég meglepetésre feladta a mérkőzést. Nagyon sajnáljuk, nagyon szerettünk volna tényleg egy igazi rangadót játszani. Első pillanatra nagyon, nagyon nagy előnynek tűnik az, amit most mi felépítettünk idén. Jelenleg 100%-os az első csapat. Most már 15. forduló után 30 ponttal állunk. Gyakorlatilag most már tényleg csak valami nagyon nagy tragédiának kell történni, hogy elveszítsük a bajnokságot, tehát igazából mi már a jövő évi NB2-es szezonra készülünk. A második csapat mögöttem játszik, nagyon jó reményekkel állnak fel, de viszont ők is nagyon nagy rangadót fognak játszani a másik városi csapat ellen, hiszen kb. Egyenlő szintű játékosokkal rendelkezik mind a két csapat. Tehát igazából nagyon kiki mérkőzésre számítok, minden mérkőzésért meg kell majd küzdeni, és mérkőzésről mérkőzésre kell haladni, hogy ezt a fordulót behúzzuk. A következőkben az első csapatra már igazán nehéz mérkőzés ebben a bajnokságban nem vár. Az utánpótlás az, amire ezután koncentrálni fogunk, hogy a ranglista pontokat begyűjtögessük a gyerekekkel, úgyhogy most a versenyeztetésükön lesz a hangsúly az év hátralévő részében. Az NB2 bekerülés az edzésmunka változását is megköveteli. A tréning hatékonyságán és mennyiségén is emelni kell. Varga Rihárd elmondta, nagyobb erőforrások mozgosítására, például új igazolásra nincs szükség, hiszen az elsődleges cél a kiesés elkerülése, illetve az NB2 középmezőnye, amelyre a jelenlegi gárda a mostani állapotában is alkalmas. Hozzátette, a legfontosabb az, hogy jó bajnokságban jó mérkőzéseket játszon a csapat. 6. alkalommal rendezték meg a Dunaújvárosi Tollas Kupát a Városi Sportcsarnokban. 14 egyesület, mintegy 50 sportolója vett részt a megmérettetésen. Ismét Dunaújvárosban rendezték meg a már hagyományosnak mondható tollaslabda kupát. A hazai csapat ugyan kevés egyéni versenyzővel indult ezen a tornán, mégis reménykednek benne, hogy idén sikerül megszerezniük a kupát. Van reményünk, igen, hogy ezt a kupát vissza tudjuk hódítani, mert az első 3 alkalommal mi nyertük meg, de az előző 2 évben sajnos hátrébb végeztünk, gyengébb volt a csapatunk, és ennek eredményeképpen most talán itthon fogjuk tudni tartani a kupát. Most úgy érezzük, hogy talán a párosokkal itthon fogjuk tudni tartani, mert sajnos kevés egyéni versenyzőnk indult el, mert mindenki páros szeret játszani. Csoportmérkőzések vannak, a csoportmérkőzések győztesei jutnak föl a főtáblára, és a főtáblán vannak már erősebb és jobb mérkőzések, és a győztes az mindent visz.
A tavalyi kupanyertes csapat idén is reményekkel teli indult a rangadónak, bár az első meccsek nem sikerültek túl jól, mégis bíznak a csapatuk sikerében. Kevesen vagyunk a Honvéd Zrínyi esélytől az Egyesületemtől, összesen 3 játékos tudtunk csak leutaztatni erre a tornára, de hogyha mi hárman jól játszunk, akkor azért minimális esély van. Ugye mi vagyunk a kupa címvédői, tavaly nekünk sikerült elnyerni a Serleget, úgyhogy azért még titkon bízom benne, hogy esetleg sikerülhet, de nagyon jól kell ahhoz játszanunk, jobban, mint most vegyes párosban nekem sikerült. Szinte az összes játékos régóta űzi ezt a sportot. Vannak olyan sportolók, akik még fiatalok, de meleg szívvel ajánlják a tollast, amely sok erőt és odafigyelést igényel. Levittek egyszer, mondták, hogy van egy ilyen lehetőség, és ott ragadtam egyszerűen maga az érzés, amikor nyer az ember, és a környezet, az emberek, tehát megtetszett az egész, és az, amikor ott vagy a pályán, és játszasz, egyszerűen leírhatatlan érzés, legalábbis számomra az volt, és úgy döntöttem, hogy jó van, akkor nekem ez. És azóta is nem tudok tőle elszakadni. Nagyon szeretem. Én a kihívásokat nagyon szeretem, és hogy legtöbbször győzök, felnőttekkel is szoktam néha játszani. Jó buli is, és sokan járnak már, és nagyon szeretik, és azt mondják, hogy ez a világ leggyorsabb sportja, és én nagyon szeretem, és sokaknak is ajánlanám. A megmérettetés végén, ahogy az ilyenkor lenni szokott, nem csak a legjobb egyéni játékosokat, hanem az egyesületek közti verseny legjobb csapatát is díjazták. Hétfőn borongós idő lesz, sokfelé esővel, szitálással. A nappali hőmérséklet 10 fok környékén alakulhat. Híreink következnek, még egyszer, röviden. Sirilla György a városi hajóállomásnál mártozott a Dunába. Immár 4. alkalommal szervezték meg a vállalkozók báját. Idén 30 éves a legvidámabb barakk. Célegyenesben a főiskola asztali tenisz csapata. 14 egyesület vett részt az országos megmérettetésen. Véget ért hírműsorunk, munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk holnap is, viszontlátásra!